Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség rendszeresen szervez regionális és országos ifjúsági hétvégéket. Ezeknek nem csak közösség kovácsoló ereje van, a fiatalok jövőjével kapcsolatos témák is terítékre kerülnek egy-egy alkalommal előadások formájában. Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk. Bethlen Gábor nagy mondata ez, és minden fiatalnak szerintem ez kell, hogy eszenciája legyen annak az útnak, ami a közélet, a közösségi élet felé elindítja. És hogy három határmenti megyében, amely mesterségesen lett levágva nagyvárosaitól, nem is lehet más az út, mint hogy együtt határon túli barátainkkal, együtt azokkal az emberekkel, akikkel egy közösséget, egy térséget alkotunk, közösen gondoljuk végig, hogy merre megy a jövő. Ezt a célt szolgálta a hétvégén Géberjénben megrendezett őszi ifjúsági hétvége is. Egy nagyon fontos időszakban vagyunk, hiszen Magyarországon önkormányzati választási kampány van az X is számos jelölttel, és nagyon sok aktivistával segíti ezt a kampányt, és ez egy kicsit egy erőt adó hétvége is, felkészülés a még hátralévő két hétre, illetve itt is egy fiatal polgármester indul, polgármester jelölt indul a polgármesteri székért, őt is támogatjuk és megpróbáljuk segíteni. Azért jöttünk össze a fiatalokkal együtt, hogy a fiatalok jövőjéről beszélgessünk. Ebben nem csak a helyi X-aktivisták segítenek, határon túli partnerszervezetek is érkeztek a rendezvényre. A nagy politikusoknak az utánpótlását azt valójában az ifjúsági szervezetek adják. Tényleg példaértékű a Magyar Ifjúsági Értekezet és az X közötti együttműködés, és példaértékű az is, hogy a 40 év alatti politikusok hogyan működünk együtt, és olyan kezdeményezésekbe vágunk, amelyeket Kárpát-medence fiatalsága érezheti, láthatja. A szervezetek együtt gondolkodása nem csak a választások miatt fontos, hosszú távon a határon túliak is kamatoztathatják a jó kapcsolatot. Szerintem Kárpát-medence minden régiójában jelen van a kivándorlás kérdése. Nyilván más-más régióban másak az arányok. Sajnos Kárpátalján prioritásként most ezt tudnám kiemelni. Nyilván ez a kelet-ukrajnai konfliktusnak, a gazdasági visszaesésnek tudható be. Mindezek mellett a mi feladatunk az pont az, hogy ezt a kivándorlást lassítsuk, és én bízom benne, hogy ezt sikerül is megtennünk. A Szamos Parti hétvégén falusias vendéglátás és kötetlen beszélgetések várták az X-es fiatalokat.